Hát itt állok egy vödör hajdinával, nem véletlenül. Ugye mi ebbe tartjuk. És ez egy nagyon érdekes növény, ez egy fűféle igazából, és nagyon egészséges. Ugye nincs benne glutén, és semmi olyan anyag, amit sokan nem bírjuk a gyomrunk. Nagyon könnyű étel, és az elkészítési módja viszont egy kicsit speciális. Ugyanúgy, ahogy a rizst, és ugyanúgy, ahogy a más ilyen köreteket, meg szoktuk pirítani a kókuszolajon. Na most itt annyi, hogy ez a hajdina, hogyha elmentek vásárolni, nagyon sokfélét lehet kapni. Ez már hőkezelve van, tehát ez egy olyan hajdina, azért ilyen sötétbarna. Mert ezt berakják egy ilyen sütőbe, és akkor ott egyenletes hőmérsékleten kicsit megpirítják, mert hogyha nyers marad, akkor teljesen máshogy kell csinálni, és azt nem is mondom el, mert akkor igazából nekünk kell megpirítani, ami nagyon-nagyon hosszú. Tehát ez már egy másodlagos pirítás, amit most csinálunk. Most egy liter hajdinából fogunk főzni. Most levettem a lángról, közben készítek hozzá vizet. Kétszeres vízre van szükség, tehát egy liter hajdinához két liter víz szükséges. És a fűszerigénye, köszönöm, a fűszerigénye az nagyon kevés. Egy nagyon kis őrölt borsot kell hozzátenni, tehát egy literhez egy kávéskanálnyit, egy nagyon kicsit, vagy inkább fél kávéskanálnyit, attól függ, mennyire szeretitek fűszeresen. És van még egy ilyen érdekesség, hogy bazsalikomot használunk hozzá. Ez őrölt bazsalikom, tehát én összetört bazsalikom, de ebből se használunk többet, csak ugyanennyit. Egy kávéskanálnyit. Hát ez így néz ki. Hát, hogyha van friss bazsalikom leveletek, most itt vagyunk tél közepén, ilyenkor nincsen, de hogyha nektek van, akkor lehet azt használni. Még nem is kevesebbet is rakok bele, mert nem szabad, hogy a bazsalikom kilógjon belőle, már az ízéből, hanem csak egy nagyon finoman lehessen a hatását érezni, de külön nem is jó, ha megmondjuk, hogy ez most van benne bazsalikom, szóval akkor már elrontottuk. És akkor egy kicsit pirítjuk, és akkor megvárjuk, amíg a víz felfor. Ami rögtön megtörténik, mert már egy ideje oda raktuk. Így. És akkor ráöntjük erre a enyhén pirított hajdinára. Jó, hát az arány az jó, mert kimértük a vizet, kimértük a hajdinát, tehát még egyszer, kétszer annyi víz kell bele, mint amennyi hajdina. Na most ilyenkor érdemes megsózni, tehát nem a végén, hanem most az elején. Hát ez egy félmarék só, én úgy szoktam. Félmarék só elég bele. Lehet a végén is sózni egyébként, de akkor az macerásabb, mert akkor külön össze kell keverni. Mi úgy szoktuk, hogy a vizet sózzuk most, amikor még ugye már elkezdett forni, úgyhogy rárakjuk a fedőt, és akkor várunk, mikor lesz kész a hajdinánk. Lejárt a negyed óra, ami a hajdinának a főzés ideje, és akkor meg is mutatom nektek, hogy tényleg annyi, tényleg jó lett. Hát arra kell vigyázni, hogy ezt ilyenkor még állni kell hagyni egy darabig, azért, hogy tehát még szív fel egy kis vizet, de nem szabad tovább főzni, mert akkor oda fog égni. De megmutatom nektek, jó? Nézzük a kamerába? Tehát így néz most ki. Most nem nyúlok még hozzá, nem keverem meg, mert látjátok, kell ez a gőz, de szépen külön állnak a szemek, és az illata is jó. Ugye ebben volt a bors, volt benne, és egy nagyon kicsi bazsalikon. És akkor le is vesszük a tűzről, vagyis a tűzhelyről, és akkor a hajdinánk az kész. Na hát íme a hajdinánk, ugye a megszokott csomagolásban, a megszokott shavingben, amiben szoktátok kapni. Jól sikerült, látjátok, eléggé ilyen pergős lett, de meg van főve, lehet kóstolni. Nagyon egészséges, és bármilyen főtételhez tudtok enni, van, aki leveshez is szereti, de általában ugye mi a szabzsikhoz, a zöldséges főételekhez tálaljuk.